A mai résztartalmából. A bíró nem adhat magának piros lapot egyébként? Eltiltják. Nem, de utána, tehát hogy egyébként elég alaposan kiértékelik a munkáját, és amúgy simán van, hogy száműzik mondjuk a másodosztályba, ha rosszul fújt, vagy ki kell hagyni a néhány fordulót, úgyhogy vannak következmények. Szar vagyok, piros. Mint Fábri Sándor, szavazhatnának, aki... hogy csapatok, hogy jól teljesített, vagy osztályozni kellene. Jó, úgy értek ehhez, mint Fábri Sándor, aki a Pulls Sándortól megkérdezte a Fábri Showba, hogy hány piros lapot készít be a meccs előtt. Mert ő azt hitte, hogy a piros lapot azt odaadja annak. Ez jó. És viszi magára. Ajándékba, igen. Saras Tócsákban ugrálni, Szobácsi Gergővel és Tóth Edubal. 37. alkalommal ülünk itt egymás mellett Eduval, aki ma nem is Edu, bemutatom új műsorvezető társamat, fogadjátok óriási szeretettel Verebes István. Sziasztok, szervusztok gyerekek! Különleges ez a mai nap, a begyulladt hangszálamat úgy néz ki, hogy meg tudják menteni. Na, egy hét telt el az előző adás óta, de Edu semmit nem javult azóta. Igen, de úgy néz, most van remény, nem kell megműteni, kaptam egy olyan inhalátort, hogy itt... Sokat segített. Én vagyok a Szobácsi Gergő csendes társa, de hát akkor felkonferálom a műsor társamat, Szobácsi Gergő! Sziasztok! És a mai vendégünk, nagyon büszke vagyok rá, hogy elfogadta meghívásunkat. Takács Rita! Sziasztok! Nagyon köszönöm a meghívást. Te újság műsor? Edu, egyrészt nem tudsz beszélni. Másrészt meg Ritának alá kell írni a pólót. Há jó, de először. Ugyanis Rita, nem képzeld kell, el. Csak hogyha szeretnéd. Muszáj neki. Nem, ez most kell. Mert képzeld el, gyűjtünk az Üllői úti onkológiai központnak, és az utalók között ki fogjuk sorsolni ezt a pólót, amit a harmadik évadban minden vendégünk aláírt, és most megkérjük Ritát, hogy ő is írja alá. Ide ír, légy szíves, mert már ott alul beteltünk. Szétfeszítem neked, és titeket meg arra szeretnénk kérni, hogy egy kávé árával támogassátok a beteg gyerekek felépülését, és ezt a csodálatos pólót sorsoljuk ki a utalók között. És mondhatod, Edu? Hogy most már egy komoly összeget sikerült összegyűjteni, nem? Most már hol tartunk? 400 ezer forint körül tartunk. Köszönjük már szépen, hogy eljöttetek. Igen, és köszönjük az eddigi támogatásokat nektek. És hát akkor rátérünk Rita. A mai meccsre, rangadóra. Hát Takács Rita a vendégünk, műsorvezető, újságírónő. Sportújságíró. Mert egyébként, amikor találkoztam Bergittal, és mondtam, hogy írónő, mondta, hogy író. Szóval furcsa, hogy akkor sportújságíró vagy? Vagy igen, ahhoz nem szokták hozzátenni, a nőt, nem. De téged így zavar, hogyha... Nem, egyébként engem nem zavar. Én el tudom fogadni, hogy nehezen veszi be az emberek gyomra, hogyha egy nő mondjuk futballmeccset közvetít, de... De ez már javult, változik, nem? Az idő. Igen, egyébként igen, azért női meccseket most már egyre inkább közvetítenek, nem dobolok, tudom, a karkötő, az úgy látom, hogy nem volt olyan jó ötlet. Leteszem a kezem. Viszont te voltál az egyik úttörője ennek, hogy Magyarországon nagyon voltak női foci kommentátorok, és te voltál az egyik első. Ugye én pályaszíli riporter, én nem közvetítettem soha, pályaszíli riporterként, igen, én szerintem az első között voltam, az kétségtelen, úgyhogy erre nagyon büszke vagyok. Egyébként kemény menet volt így az elején, azért ezt úgy kiharcolni, hogy elfogadjanak, meg elismerjenek, akár egyébként a csapatok, az edzők, a játékosok, meg a szakma, vagy akár a nézők. Mondjuk akkor még ugye nem nagyon volt Facebook, vagy volt Facebook, de azért nem ilyen intenzitással működött a közösségi média, úgyhogy egyébként fogalmam sincs, hogy ki mit szólt hozzá. Egyébként sem olvas, de hát akkor meg végképp nem volt mit olvassál, tehát akkor még bemondtuk adásban, hogy ezen a számon várjuk az SMS-eket, úgyhogy az meg sose jutott el hozzám maximum szerkesztőkig, hogy ők mit szóltak ehhez az egészhez, de kalandos volt az eleje, az mondjuk kétségtelen. 2006? Akkor kerültem a Sport TV-hez gyakornoként, és szerintem 9-10-ben kezdődött ez az egész, amikor a főnököm mondta, hogy ugye külföldön ez mekkora divat Olaszországban, számtalan női kommentátor van, sőt kifejezetten egyébként kollégák van, hogy azt is kérik, hogy annyira jól csinálják, hogy a női kommentátor hangot kérik a fülükre, ugye ott lehet választani angol között, meg alapvetően a helyi között, és például volt egy kommentátornő, akit kifejezetten mindig kértek, hogy annyira jól csinálja, hogy az mankó, meg segítség, meg azt nekik jó közben hallgatni a fülükön. Úgyhogy, szóval a főnököm kitalálta, hogy ennek azért van kultúrája nyugaton, főleg ugye a mediterrán országokban, úgyhogy mi lenne, hogyha ezzel mi is megpróbálkoznánk, de hát akkor ez ilyen elképzelhetetlen volt, hogy ez tényleg működjön meg, hogy ebből úgy valóság is legyen, aztán valahogy nem tudom, így az évek alatt ez kialakult ez a dolog. A pályaszíli riporterből mikor lettél
úgy... Műsorvezető? Mi a különbség a pályaszériporter, ő akik játékosokat meginterjú. A meccs előtti edzőinterjút megcsinálja, vagy ha éppen van valami különleges téma, akkor egy játékossal beszél arról, klubvezetővel, szóval ami épp az aktualitás, nyilván azt a helyszínen megcsinálja, aztán fél időben is volt interjú, arról egy időt el leszoktak, mert az ugye vállalhatatlan volt, hogy ilyen adrenalin sokkal ugye lejön a játékos, igen. És akkor mond valami olyat, amit aztán nem nagyon vállalnak később fel, ugye a hoki vévén most volt ugye erre is példa. De egyébként ilyen szempontból a meccs után is azért egy veszélyes műfaj, tehát a levonuló játékossal interjúzni, abban ott mindig van némi rizikó, igen. De mondjuk ez legyen az ő problémájuk, nem egy-két miénk. Bazd meg benne. Például ilyen, vannak ilyen ikonikus, nem tudom, megvan-e a Rósa Dénes, igen, meg igen, ilyen sorban. A slump. A slump, és te amúgy szereted a focit, vagy csak ezt csinálod? Mert csak ugye mondtam neked adás előtt, hogy beszélgettem Winkler Robi valaki autós újságíró, és kiderült, hogy ő nincs is egyáltalán oda az autókért, úgyhogy nem tudom, hogy ez nálad. Ne, én szeretem. Azért nem tudom elképzelni, hogy hosszú távon lehessen művelni anélkül, hogy az ember ne szeretné ezt a dolgot. Mondjuk lehet telítődni. Hát amikor a 10. olasz meccset vezetem, most az olasz bajnokság a fő profilunk, és amikor egy hétvégén a 10. ülök ott, és próbálok valami újdonságot mondani, akkor néha úgy meg tud fáradni az ember benne. És akkor veled lehet otthon nézni foci meccset, így mert ugye van két fiad, és akkor a férjeddel, meg a fiúkkal így lehet otthon veled foci meccset nézni? Hát meg a lányommal is. Nálunk abszolút ez a foci a fókusz, a férjem a válogatott mellett dolgozik 10 éve, úgyhogy gyakorlatilag nálunk minden erről szól, úgyhogy ezzel kelünk, és ezzel fekszünk. Mondani lesz szegény, az api 20-nál dolgozik, hozzá megy a családjához, és foci. Yes! De tényleg. Egyébként nekem nagy segítség, mert ő focizott is, és akkor, ha valamilyen szakmai kérdésem van, azt nem gondolom, hogy értek is hozzá. Alapvetően próbálok felkészülni, és nem hülyeségeket kérdezni, de szerencsére a válaszokat ugye nem nekem kell megadni. Viszont ha egy adott szituációról tudom, hogy beszélgetünk majd valami meccs kapcsán, akkor biztos, hogy megkérdezem a férjemet, hogy most ezt a csatár éppen jól csinálta, vagy a kapus hibázott, vagy hogy a játékvezetőnek szerintét mit kellett volna ítélni, és azért ez egy jó kis mankót jelent, akkor tudom, hogy nem fogok hülyeségeket beszélni, hogyha ő azt mondja, hogy igen, ez egy jó felvetés. Vagy hogy ezt ő így vagy úgy látta. Ez a legjobb úgy foci meccset nézni, nem? Hogy így közben kérdezgetnek. A gyerekeim szokták, meg hogyha a feleségem utálja a focit, de ha leül mellénk, akkor tudod, így két oldalról kérdezik. Hogy ő miért fut? Ő miért nem fut? Tudod, és a bíró is elfárad a végére? Anyósom feleségem, és anyósom. Hogy lehet az, hogy ugyanabban csak bejátszanak, de más színű cipőkben. És nem tök teljesen, logikus kérdés? Teljesen igazán egyébként. És akkor mondta anyósom, hogy szerintem azért, hogy lássák a labdát, hogy világítsanak a sötétben. De mondom, ki van világítva a pálya? Ja, akkor. Ezt mindig egyébként Liverpool meccsen drámai nálunk, mert 1000 éve Liverpool drukker a férjem, tehát nem a Szoboszlai Dominik miatt lett, nyilván ez így most ugye egy plusz adalék a történethez. És hogyha Liverpool meccset akarna nézni, azt úgy, hogy ezt szeretné ez kis magányában megtenni, de hát 3 gyerek mellett azért ez ritkán megvalósítható, főleg úgy, hogy egyébként én ezzel párhuzamosan meg éppen dolgozom, de komoly sztorik. Ja, de akkor ők tudnak úgy meccset nézni, hogy te vagy a műsorvezető. Igen, egyébként. De hogyha Liverpool nem az olasz valóságban játszik, ez egy meg. Hát jó, de ha éppen van olyan, ami érdekli őket, igen, valóban. De mondjuk ez halál természetes a családban, tehát a gyerekeknek ebben ugye semmi extraság nincsen, így születtek, hogy... Hogy abban szocializálódtak, hogy a anyjuk néha megjelenik a képernyőn, aztán kész. Mekkorák a lurkok? 964. Van olyan torta, ami nem focis. Volt. Hát ezek a szokásos, nagyon unalmas történeteken végigmentünk, igen. A Dino de labdával. Dino de Szematűzoltó. Ezt lehet, hogy mondtam korábbi adásban, de nekem az apaság a másodiknál a legnagyobb kívása az, hogy elítessem el, hogy tűzoltó szem nem létezik. Kikapcsolták, az úgy sajnos nincs több. És sikerült? Végül? Vagy hogy? Már jönnek be ingerek, már amikor kérdezte, hogy ki az a bácsi, mondtam, hogy senki, de már ebből lesz Norman Price maraton, úgy érzem sajnos. Viszont... De amúgy a tűzoltó szemben, nem tudom, te megvan tűzoltó szemben? Norman Price, nem. Igen, ahol gyakorlatilag van egy város, ahol azért tartják körbös fel... Körbös pálcás. Igen, körbös pálcás, ahol azért tartják fel a tűzoltóságot, hogy Norman Price-t kihúzza a bajból minden epizódban. Hát meg azért most már egyre többször, amikor voltak, hogy a barlangban van az a indiai fickó, az is mindig ott beviszi őket a barlangba, a viharba, hát persze, miért ne? De ha egyszer hagynák Norman Price-t meghalni, akkor így utána megoldódna minden problémájuk abban a városban. Körbös pálcáson szerinted
az embernek van biztosításuk? Hogy van, mert... melyik az a... azt mondja, hogy persze. Hetedre ötször felnyugtod magad, meglát az áram, rádesik a szikla. Igen, az Norman Price nem kötnek biztosítást. Amúgy... De amúgy ez tök drámai, amikor így felébrednek ebből, és rájönnek, hogy egyébként a világ az nem csak ilyen szép és jó, hogy ez nem tudom nálatok milyen korban jött el, de azért nálunk így ez a Covid, meg a úristen háború, meg ilyeneket hallanak néha a rádióban, ez a legnagyobbra például ilyen sokkolólag hatott, úgyhogy szerintem tök jó az, amíg azt gondolja, hogy mindent megment, szem a tűzoltó, és ott van, aki segít. Igen, de hát a háború az nálunk is íze volt. Ilyen, egyszer bejött a gyerek sírva, hogy ő fél a háborútól, meg nem tudom, egy hallja az a híradóban, meg nem persze. Tudom, és ez volt, de mondjuk a Covid az nem, mondjuk akkor még kicsik voltak. Tényleg a Covidnál egyébként így utólag, mert hogy akkor nem tudta, hogy mi van. De ő ezt nagyon élvezte. Én is. Ezt, hogy a pont van mindig, meg anya, persze. Meg fára vászunk egész nap, és akkor utána meg aki furcsa volt, hogy ja, nincs több vírus. Hát igen, mondjuk azért a fél évért én is hálás vagyok az a lockdown. Nekem tényleg a Covid mindenemet elvitte, tehát tényleg anyagilag minden, hogy nekem apukám is Covidba halt meg, tehát tényleg, ha valakit lenullázott a Covid, akkor az én vagyok, de az a fél év, a lockdown, amikor otthon voltunk, és akkor még ilyen 3-4 éves volt a nagyobb, és 2 körül a kicsi. Én azért a fél évért, amit így minden nap együtt töltöttünk otthon, azért nagyon hálás vagyok. Nekem ugye a legkisebb született akkor, és hát úgy meg aztán pláne egy álom volt egyébként, hogy ott voltunk 5-en szépen a kis világunkban. Egyébként is nyilván 1-2-3 hétre bezárkoztunk volna a pici miatt, tehát azért akkor ott nem mentek volna amúgy se, de így meg aztán végképp hónapig ugye elhúzódott ez az időszak, és az egy ilyen tényleg egy kis burokban akkor ott ötösben a kertben bandáztunk. Az a frusztráló, nem tudtuk, amikor lesz vége. Tudtok volna egész egy ilyen 2 éves, vagy már másfél éves történet, akkor valószínűleg sokkal nyugodtabbak lettünk volna. De emlékszem, hogy volt nekünk is ez az idill, és te megnéztem, úristen, ja, de közben megizgulsz, igen, hogy egyébként. Lesz, mert megint. És neked akkor például a Covid alatt, akkor ilyen Türkmenisztán bajnokság ment, meg Fehér Orosz. Hát az teljes leállás volt az egész világon. Emlékszem, hogy is, ugye elhalasztották az olimpiát, és egy kollégám mondta 20 telén, tehát mondjam 20 januárjában, ugye 2020-ban lett volna, ugye, és 21-ben lett, igen, mert most lesz olimpia idén. És mondta télen, így januárban, hogy higgyük el, nem lesz olimpia, és néztünk rá, mint hogyha az űrből jött volna, de normális, vagy hogy ne lenne olimpia, és aztán ugye igaza lett, és tényleg mindent, tehát minden bezárt, mindent elhalasztottak. Mondjuk nekem ilyen szempontból, tehát a munka miatt praktikus volt, mert egyébként sem tudtam volna dolgozni, tehát nem is volt mit csinálni. Hát ugye a válogatottnak is izgalmas volt a férjemnek, mert akkor ott ugye ilyen zárt kapus meccseket, meg azért nekik egy idő után újraindult az élet, de akkor ugye mindennapos tesztelésük volt például az edzőtáborban, meg akkor már Rossi elkapta valamelyik meccs előtt, szóval hogy ott voltak ugye ilyen kalandok. Nem volt a magyar izgalmam tényleg. Igen, az volt az, igen. Meg egyébként ugye meccsnapon szültem volna, tehát persze az is izgalmas sztori volt, és a Covid miatt ugye lefújták a meccset, úgyhogy így legalább apa ott volt a szülésen. De a sport mennyire volt része a gyerekkorodnak egyébként? Szóval nálunk a zene volt fókuszban, én csellóztam egy ideig, meg mindig mentem énekversenyekre az iskolából. De hát a tesóm nyilván ő nézte a nagy világversenyeket, folyamatosan szurkolt, éjszakára is felkeltünk, ha éppen nem tudom, Sydneyben volt az olimpia, vagy a Fradi BL-t játszott, akkor minden szerda este ott ültünk és szurkoltunk, úgyhogy ilyen szempontból tőle örököltem a sport szeretetét. És aztán nem tudtam, mit csináljak érettségi után, ez ilyen nagy dilemma volt, hogy mihez is kezdjek magammal, és megláttam egy hirdetést, akkor még nem a neten kerestél, annyira öreg vagyok, hogy nem a neten nézted a hirdetéseket, hanem kinyitottad a napilapot, és ott megláttam, hogy egy éves OK sportmenedzser képzés, az nekem tökéletes lesz, és addig kitalálom, hogy ugye merre menjek tovább, és mit csináljak, és aztán ez indított el az úton. Amit ma is járok. Egy csomó ilyen iskola van, nem? Hogy azért járok oda, hogy amíg ide járok, kitalálja még. És végül az lesz a megoldás, utólag aztán kiderül. Én utólag egyébként. Bár jött van ez a... Az újságérdetés. Tényleg, én olyan boldog lennék, hogyha... Én amúgy is követem a focit, meg nagyon fel tudok lelkesedni az olimpián, mert akár, hogy nem vagyok kollégát. De ugye ez tulajdonképpen más jellegű volt. Lennél kommentátornak egyébként. Ezzel a hanggal meg ezt. Meg a beszéd készségeimmel. Tehát alapvetően a nők úgy élnek a fejünkben, akik utálják ezt az egészet, nem? Tehát, hogy... És ennek igen, ellenére... mert elviszi a férfi idejét, ugye nem velük foglalkozik addig, hanem meccset néz, örjöng, rajong, és nem értünk, vagy nem tudom, hogy mi van emögött. Egyre több ismerősöm, lány ismerősöm a Facebookon is látom, hogy így otthon vannak egyedül, és akkor match time,
nézik a Fradi meccset, vagy nem tudom, és akkor ez tökre meglepő. Lehet, hogy ez egyébként a válogatott fejlődésével együtt jár, tehát hogy most már nem egy ilyen réteg dolog, hanem gyakorlatilag mindenki tudja, hogy ki az a Szoboszlai Dominik, mindenki tudja, hogy a válogatott ott van az EB-n, tehát azt csak mi is tapasztaljuk, hogy a, mikor volt, ugye, 16-ban volt a franciaországi, oda, aki ki akart jutni, volt rá lehetősége, jegyet tudott szerezni, anyagilag megengedhette magának, az kijutott, és tudott szurkolni a csapatnak. Most gyakorlatilag kimenne 1 millió ember, és van, nem tudom, 50 000 jegy arra a 3 meccsre összesen, úgyhogy mindenki csalódottan teszi ki a Facebookra, hogy akármennyit állt sorba, pályázott, megadott 8 e-mail címet, és nem jut jegyhez. Tehát, hogy 8 év alatt ugye ennyit változott ez a dolog, simán lehet egyébként, hogy ugyanilyen arányban ugye nőket is megnyert ez a dolog magának. Hát egyébként ennek az is az oka, hogy az 1 millió ember kimenne szívesen Kölnbe, hogy az a 10 000 fecske, vagy több 10 000 fecske, ott a Márszai utcáján vonult a magyar szurkoló csapat, azért annak volt egy nagyon komoly ilyen visszhangja, hogy megindultak a magyar szurkolók is. Meg ez egy tényleg olyan közösségi élmény, amit szerintem nagyon kevés dolog tud produkálni. Tehát ott a csapatod, szurkolsz, és aztán... Szóval, hogy nyilván a politika egy picit ugye átissza a magyar labdarúgás, de hogy közben meg, amikor mindent. Ott vagy, és szurkolsz, akkor valahogy mégis elfeledkezel erről az egészről, és aztán kiderül, hogy de jó, itt ez baromira nem számít, amikor nyer a csapatod, és boldog vagy, mert tovább jut az EB-n. Igen, én azt tapasztaltam, hogy én nem vagyok akkora, nem vagyok kormánypárti, de többször is szabadkozzom, hogy imádom a focit. Mondom azt, hogy imádom a focit, most nekem nem kezdtem a Fidesz azért, mert imádom a focit, de hát viszont a 16-os rajongás, ami szerintem 16-tól kezdték el a magyarok jobban szedni a magyar csapatot, az így benne volt, hogy tudod, ilyen szabadságtéren volt a kivetítő, akkor volt a bálna, akkor volt Bókai kert, tehát ilyen, mentek ilyen teljesen laikus emberkék, látják, hogy ott van több ezer ember, mi folyik itt, megnézték, és látták, hogy mekkora hangulat vannak, hogy ott vagyunk ezeren, mindenki piros-fehér zászló, meg kivel festve, és akkor így... Meg nagyon hosszú idő telt el azután, hogy végre először újra sikeres volt a válogatott, nem? Tehát, hát nem is, mikor, hány éve volt az, hány éve voltunk először? 86 voltunk VB-n. Az a VB, és ugye még... 76. Igen, illene tudnom a dátumot. 76 kb. 72, de én nagyon régen voltunk. Nekem ez ilyen alapélményem ezzel kapcsolatban, hogy 16-ba született a kisebbik fiam, és itt a Mária utcában, ugye a 2-es számú női klinika, vagy nem tudom, és bementem meglátogatni őket, és mentem hazafelé, és ugye 8. kerület, belváros, és így sehol senki az utcán. És így, ilyen szellemvárosba így ment, mondom, hova tűntek az emberek, és egyszer csak ilyen nyitott ablakokból, ugye hát nyár volt, meleg volt, és egy nyitott ablakokból így egyszer ez a valami gól volt, vagy nem tudom, ja, mondom, aha, meccs van. És konkrétan eltűnt, a körúton nem volt ember. 16-ban úgy néztem a Magyar-Izlandot itt a Grundon, hogy akkor az estünk együtt a Viari Vikivel, és akkor később, az este egy órával később kezdtük, mert hogy Magyar-Izland. És emlékszem arra, hogy ez egy annyira intenzív élmény volt nekem, pedig már nagyon sok meccset láttam, hogy ez a, hogy tudod, ment Izland 1-0-ra. És akkor ez a síri csend, hát kint voltam. Így ültünk, és ez a olyan feszkó volt a levegőben, tényleg, hogy szerintem ilyen áramot lehetett volna vezetni, az tényleg így. És akkor így, bam, akkor nem ment be. És akkor bement, akkor olyan szinten, hogy egymást ölelgette 500 vadidegen ember, óriási volt. Hát azt szerintem, hogy most, mondtam a műsorodban, amikor voltam nálatok az NB1.hu-nál, hogy kimentem, viszem a 8 éves fiamat ezekre a meccs, magyar török, magyar cseh, magyar litván meccsekre viszem, és tényleg egyre több a nő, egyre több az anyuka, egyre több a család, aki kimegy, és ez, szerintem ez óriási lépés így egészben. Hát két puskás meg lehetne tölteni minden hazai meccsen. Most már tök mindegy, hogy Észtországról van szó, vagy éppen valami erős válogatottról. Teljesen mindegy. Kétszer annyian is kimennének, hogyha lenne annyi hely egyébként. Hát de miért nem csinálják azt, mint a Duma Színház, mi is, amire nagy érdeklődés van, dupla előadást csinálnak. Ja, tehát, igen, mint a Coldplay koncert. Lenne egy magyar török kettőt. Igen, lenne egy 5-kor, egy 8-kor, kész. Megvan oldva. Kettőt átlagolni. Hogy örülnének, mindenki játszhatna, ugye? Dupla rangadó. Igen, ilyenek voltak. Volt Vasas, Újpest, Fradi, Honvéd. Egy nap. Tudom, és átkapcsolgattak. És egyébként még egy gyors kérés hozzád, hogy olasz meccseket kommentálsz. Hogy egyébként mióta van ez az, mi a címe? Valamilyen A vége.
Liga favorita, vagy nyerőszéria, vagy melyik igen, melyikre gondolod? Igen, nyerőszéria. Nyerőszéria, az a beszélgetős ilyen kis magazin műsorunkkal fordulót követően, és akkor ott próbáljuk a legfontosabb részleteket egy picit kibeszélni. És az maga az olasz élmény, tehát az, hogy ilyen sok olasz meccset kommentál, vagy kommentál is. Nem műsorvezetőként vagyok. Igen. Hogy maga Olaszország mit jelent számodra? Imádom Olaszországot. Tehát top 5-ben biztos, hogy ott van. Nyilván van még 1000 hely, meg sajnos nem is jártam. Annyira sok helyen a világban még mindent szeretnék látni. De hát Olaszország az ott van. A gasztronómia, az életérzés, az építészet, a táj, a kultúra, minden. Nem tudsz ott olyat mondani, ami ne lenne egyébként eszméletlen vonzó. És hogyha a magyar játékosokkal is beszélgettem például, hogy miért akarnak oda menni, mert most mondjuk nem az olasz az első számú bajnokság, nyilván az a Premier League, meg a spanyol bajnokság, meg a Bundesliga talán előtte jár, de hogy közben emiatt meg mégiscsak, amikor a Nagy Ádám Bristolban volt Angliában, mondta, hogy ott ugye az eső, az meg a szürkeség az így áthatja minden napokat, és aztán visszament Olaszországba a napsütésbe, a mediterrán életérzésbe, a tényleg a jó kaják közé, Toszkánába, tehát hogy ez nem lehet semmivel összehasonlítani, és ez kompenzálja mondjuk azt, amennyivel kevesebb pénzt keresel ott, mint a Premier League-ben, vagy az angol másodosztályban. És közben ugye a stadionok sincsenek jó állapotban, tehát összességében egyébként sajnos az olasz futball most jelenleg azért nem a legjobb időszakát éli, még akkor se, hogyha ők az Európa-bajnoki címvédők, de hogy közben mégis ezt az életérzést, ezt semmi más nem tudja adni, csak Olaszország. Úgyhogy hát azt elhiszem. Rajongva szeretem. És tavaly voltam a San Siroban. Hát az Attila férjem, ő ugye bejártak a világ, nem tudom, vagy hát Európa legnagyobb stadionjait munka miatt, és ott soha nem volt, és azt mondta, hogy ez tuti, hogy az első között van. Tehát egy olyan érzed, hogy így a sporttörténelem része vagy, amikor ott így körbenézel, és vagy kívülről is meglátod azt az épületet egyébként. Tehát, ha lebontanák is, benne maradna a térbe az aurája. Az van, hogy saját stadiont akar a Milán is, meg az Inter is, és eltefelé zajlanak most az egyeztetések. Nem tudom elképzelni, hogy ezt így kivonják nem tudom, a futballtörténelemből ezt az épületet. Inter meccsen voltatok, vagy Milán? Milán Inter BL elődöntő volt tavaly. Bárcsak, azon volt. 2005-ben kaptam. Na, szívás volt, tudod. Persze. Ja, mert nem könnyedén kapott ki a Milán. Te is Milán Drukker vagy. Igen. Mi Milán Drukkerek vagyunk. Úgyhogy körülbelül 10 perc után így lefagyott az arcomról a mosoly, és addig tartott a dolog. De akkor te foci meccseket szokták kommentálni is? Nem. Ja, itt csak szurkolóként voltam. Ja, értem. Mert akkor tényleg értem. Nem, tehát műsorvezetőként dolgozom meg. Ha magyar eseményről van szó, most a magyar focit azt nem mi közvetítjük, de mit akkor kézilabdára járok mondjuk pályaszíli riporterként. Hát egyébként nyilván amit közvetítünk, oda alapvetően úgy szépen beosztogatják a kollégákat, úgyhogy ami éppen adódik, azt csinálom. Szuper. De kezdve, hogy 2005-ben Londonban éltem, és kaptam ilyet a Milán-Palermo meccsre. És megjegyeztünk a jegyeket, egy Daniel nevű srác hozza majd a San Siro elé. Mit kell tudni? Danielről nincs meg a száma, a kopasz és bajszos. Nincs ilyen ott sok egyébként. Megjegyeztünk ott, akár 20 ezer Milánon kell. És minden kopasz oda mentem, aki bajszos, hogy Daniel nem. És 58. Daniel, szia. Mondom, London, Antonio, ott. Igen, tessék, itt van a két jegy. Ah, köszönöm. Mentünk, akkor a Shevchenko látban égtem. Mementem Shevchenko mezben, hogy akkor a Milán Palermo, itt vagyok a Szentében. Kintem a műsorvezetet, odaírják, hogy Shevchenko nem játszik, mert fáj a torka. A gyerekek. Mi torokfájásra, ne arra úgy. Hát ez az. A lába nem tudja használni. Hát Edut nem fogja vissza például. A Milán nyert 2-1-re, úgyhogy a Palermo ment 1-0-ra. Ez milyen meccs volt? Bajnoki, Milán-Palermo. Ja, sima bajnoki volt. Sima bajnoki 2005-ben. Sima bajnoki. Ment a Palermo 1-0-ra, jött Pippo Inzaghi 1-1. Kirúgta a gólt. Hogy lett 2-1 a Milánnak? Gattuso. Gennaro Gattuso, életében rúgott 2 gólt, az egyiket az pont előtte, hogy köszi Lényó. Életemben egyszer nem voltam. Ja, mert elmesem, hogy Gergő abszolút antifoci, viszont kétszer is volt, hogy trollfocisokkal felléptünk, ilyen közös esten, volt egy ilyen műsorosorozat, és az Adrián, aki a társam volt, őnek a felesége akkor szült, és pont egymásra volt 2 est, és eljött Szobácsi Gergő. Edu felhívott engem, hogy ugorjak foci be, focis estbe, úgyhogy fingom nincs az egész. És nagyon működött. Egyébként nem hazudtunk, tehát nem úgy álltam oda, hogy ilyen álmagabiztossággal, hanem bevallottuk, hogy fingom nincs az egészről, és akkor így... De nézzük, azt hiszem, hogy nekik az olyan tetszett, hogy mit tudom, beszéltem arról, hogy
95-ben volt a Grasshoppers, Fradi. Te voltál már a Svájcba, Gergely? Van egy poén Svájcba. De nem... Rákötések. De én tényleg olyan tehetséges voltam a futballhoz már gyerekként is, hogy értem, itt tényleg veszekedtek a suliba, amikor fociztak, akkor hogy tudod, nálatok legyen, nálatok legyen. És az ilyen traumaként végig kísérni a futballhoz való. Hát figyelj, amúgy az volt, hogy amikor a tesi órán a többiek fociztak, akkor addig nekem szemetet kellett szednem az udvaron. Tehát, hogy egyre voltam tehetséges, és de amúgy életemben... És akkor mindenki rá is segített, hogy még jobban utál. Nem utálom, semmi bajom nincs vele, csak tehetségtel vagyok benne. Idegen hagy. Egyszer Edu is elhívott a Duma Színház focira. Aztán... Volt egy Duma Színház FC. Igen. Aztán azóta valahogy nem szóltak, nem tudom, biztos elmaradt, vagy nem tudom, mi történhetett. De életemben egyszer voltam én is foci meccsen. De kapus. Milyen meccsen? Jászfényszarú Szent Mártonk által. Megvan a maga varázsa. Meg mellettem ült az egyik játékosnak a felesége, aki folyamatosan beordibált a férjének ilyeneket, hogy most csináld úgy, ahogy otthon ugatsz a tévé előtt, meg ilyenek. Szóval, motiváló. Ez a bekiabálások egyébként nyilván ugye nálunk is focizik a legnagyobb, és hát ott a szülők tolják elég keményen egyébként az edzések alatt ezt a dolgot, úgyhogy mi nagyon a férjemmel mi megfogadtuk, hogy soha semmilyen módon így. Ja, lelátóra mindenki tudja, hogy kéne. Az nagyon durva. Igen, de ez nagyon összegóra a gyereket, tudod, hogy a edző azt mondja, hogy menj hátra. Igen, és nyilván segíteni akar a szülő is, mert hát azért van ott, mert büszke, meg azt akarja, hogy jól csinálja, meg ügyes legyen, de hát ez a kettő így nem megy. Úgyhogy egyébként sokszor láttam, hogy azt mondta az edző, hogy jó, kedves szülők, edzésre nem, bármilyen meccsre ki lehet jönni, és ott lehet szurkolni a gyereknek, az edzést azt adja már meg, és majd ő viszi, hogy kell ezt a dolgot csinálni. De nálunk edzésen tilos, még akkor is a gyerek gólt rúg, megkrapsolni. Tényleg? Mert azt mondja a Sanyi edző, hogy akinek nincs ott a szülei, és úgy, hogy ez ilyen, hogy, hogy akkor te a szurkolsz, aki mondta, hogy majd a meccsen. Hát vagy tapsold meg a másik gyerek gólját is, nem? És akkor ez is lehet, hogy megoldás. Ez nem jut eszébe senkinek. Azt majd nem csinálom. Ezt érdekel, tudod. De egyébként a bosikon megvan, a bosikon azt csinálják, hogy a szülőket ilyen karámba, minél messzebb. De nem csodálom. De amúgy tök érthető. Úgy bedumálnak, se nem hallják a gyerekek. Hogy játszik a nagyfiad? Hát a harmadik kerületi tévéjében focizott, de most már hát onnan szép lassan kikerülünk, úgyhogy most a suliban focizik, csak hát nem ügyes ebben a dologban. Nagyon okos matekban, logikában informatikus lesz ez már most. Na, akkor ugyanolyan, mint én, csak én matekban sem voltam ügyes. Tehát, hogy ezzel a fociban se. Igen, azért mondom, hogy nem ügyes fociban, de viszont matekban igen, ez ugyanez volt nálam, és csak én matekban se. Tehát, hogy de nagyon lelkes, meg szurkol, meg egyébként tök szívesen. Mi úgy voltunk vele, mindig mozogjon. Nyilván amikor már nagyon azt éreztük, hogy nem, hogy sikerélménye nincs, hanem rosszul érzi magát, mert őt mondjuk sose viszik Bozsikra, akkor úgy gondoltuk, hogy talán itt az ideje a váltás, és vigyük el egy olyan helyre focizni, ahol még élvezetet talál benne. Több megoldás. Én azt látom az ilyen srácokban, hogy szereti csinálni, de nem viszik Bozsikra. Ilyenkor szokott kiderülni, hogy Lackó elmegy kézizni, és kiderül, hogy ilyen beálló, ilyen őstehetség beállós. De tudok legalább 5 ilyen példát, hogy nem viszik sehova, és akkor így mondja anya, hogy na, nézd meg a röpit. Igen, lehet, hogy még meg kell találnunk a megfelelő sportágat neki egyébként. Állóképessége van, csak lehet, hogy nem az a labda. Lehet, hogy ilyen kosár semmi lesz. Tényleg, egyébként nagyon sok példát látok. De egyébként a suli meg marha jól megy neki, úgyhogy én fogalmunk nincs arról egyébként, hogy mi történik az iskolában. Tehát nem tudja, hogy dolgozat van. Tehát jön az üzenet a Messenger csoportban, hogy akkor holnap matek dolgozat, majd holnap este megkérdezem, hogy a matek dolgozat hogy ment. Nem volt matek dolgozat. De mondom, kaptál egy feladatlapot, amit... Ja, hát az feladatlap volt, igen, azt megcsináltam, persze. De mondom, az a matek dolgozat volt, nem vetted észre? Nem. Úristen, mondom, de szerencsés természeted van. Mondom, ez remélem így marad majd még a középiskolában, és fogalmad nincs róla, hogy felelni hívtak itt, te csak beszélsz, vagy nem tudom. Úgyhogy egyelőre, nagyon de szerencsés vagy. Nagyon. Tehát az, hogy nem kell leülni vele délután tanulni, nem tudjuk, hogy tényleg fogalmunk nincs róla, hogy mit tanul, meg mit csinál, de megy neki, úgyhogy egyelőre ez így. Lehet, hogy elvégzi majd úgy az egyetemet, hogy észre sem veszi. Legyen így. Hol voltál kis az elmúlt 4 évben? Mi oda tettek egy feladatlapot? Annyi van egy diplomaosztóm. Hát, hogy csak középiskolás vagy, hát így alakult. Nem, ezt mondom, hogy zseni, de hál' Istennek nagyon jól megy neki. Nem, egyébként nem tudom, én azt hiszem észre ilyen kihívásnak, hogy a gyerek imádja például a Liverpoolt.
És amikor előbb mondta, hogy a férjed, hogy legtöbb Liverpool drukker, akik régiek, mindig ezen. Én már a Dominik előtt az voltam. Igen, igen, szabadkoznak kell, nem divadrukker vagy. Jó, nekünk van komoly bizonyítékunk, mert az esküvőnkön a bevonuló zenénk, az a neve Volkölom volt, úgyhogy és ennek most már 10 éve, amikor a Dominik még csak, nem tudom, U13-ban focizott valahol a Phoenixben. Úgyhogy, és természetesen a telki futballpályán a lelátón ültek. És a FIFA, az nem megy otthon? Nem fifáznak? Nem fifáznak. Hogy? Nem tudom, nem. Férjem nincs rákattam, vagy itt pedig, hogy elkös sincsenek. Hát mi Gergő egyszer fifáztunk. Két ős talentum. Úgy volt 0-0, hogy a 11 volt mütető párban, és utána is 0-0. A 11-es párbajban se született gól, de én azóta fejlődtem. Azóta most fejlődtem. Megadjuk el ezt a meccset, gyerek. Azóta a gyerekeimmel nagyon sokat gyakoroltam. Úgyhogy, hát akkor úgy az ideje egy újabb meccsnek. És amúgy képzeld el, hogy a kisebbik fiam abszolút nem szerette a focit, de viszont a FIFA-t igen, és a FIFA által szerette meg a focit. Aha. Na Rita, itt van egy nagy kívás számunkra. Igen. Szeretessük be Gergővel az olasz bajnokság. Nekem semmi bajom az olasz bajnokság. Nem azt, hogy bajod van vele, hanem hogy nem nézed. Én most mondok egy példát, Rita is fog mondani egyet, én kezdem, jó? Mert jó, már itt találok valamit. Milánban van egy játékos, Oliver Giroud. És a Giroud úgy képzeld el, hogy a kapust, aki most jelenleg a világ egyik legjobb kapusa, a francia kapus, Menyán a Milán kapusa, szabálytalankodott, kiáltotta a bíró, és már nem volt több cseréje a Milánnak, ezért a Giroud, a csatárt betették kapusnak. Felhúzta a kapus cuccot, és akkor át, az utolsó percek egyikén, akkor átvéred, hogy csak na. Ugye milyen szép? Szép. Múltkor láttam olyat, hogy az edző kapott piros lapot, és kiküldték. Igen. Ha már Giroudnál tartunk, hát olyan sokszor van. Tehát, hogy egyébként ja, jó. Azért nem egy olyan extra történet. Tehát, Olaszországban nem, minden fordulóban van egy ilyen eset, hogy az edző a következő, mert ugye akkor eltiltják, és a következő meccset azt a lelátóról nézi. Nyilván van ilyen tehát tilos, de ugye valahogy telefonon. A bíró nem adhat magának piros lapot egyébként? Eltiltják, nem, de utána, tehát hogy egyébként elég alaposan kiértékelik a munkáját, és amúgy simán van, hogy száműzik mondjuk a másodosztályba, ha rosszul fújt, vagy ki kell hagyni a néhány fordulót, úgyhogy vannak következmények. Szar vagyok, piros. Mint Fábri Sándor, szavazhatnának, aki... hogy csapatok, hogy jól teljesített, vagy osztályozniuk kellene. Úgy értek ehhez, mint Fábri Sándor, aki a Pul Sándortól megkérdezte a Fábri Showba, hogy hány piros lapot készít be a meccs előtt. Mert ő azt hitte, hogy a piros lapot azt odaadja annak. Ez jó. És viszi magára. És egy Rita mondta, hogy van már Giroud kapus mez. Nekem van Giroud kapus mez. Kaptam ajándékba László Ági, kislány nagy foci László Ágitól, úgyhogy egyszer podcasteltem vele, és azt hoztam. Mert én óriás Giroud rajongó vagyok, és ezzel erősítem egyébként a sztereotípiákat a nőkkel is. Most már megnézem ezt a Giroud-t magamnak. Mert hogy alapvetően a hogy írják a nevét? Külső adottságai Giroud miatt kedvelem, nem pedig a játéka miatt. Giroud. Ezt vállalom. És olyan szakáll, ami nekem. Csak egy picit jobb képi vagyok. Meg jobb hangja van. Egyszer, egyszer csináltam vele interjút, de akkor még... Zsiruva. Akkor még friss házas voltam, és nem figyeltem, hogy ki mennyire jó képű. Aha. Zsiruva, de jó fej, nem ilyen... De ez a nagyon jó fej, nagyon. Jó képű, nincs az segge. Figyeljeként... Minden feleség imádja. Legenda. Ülött a francia válogatottban a legtöbb gólt. Pedig, tudom, akartam valamit. Tehát valamit, mint a Brand francia. Platini, Henri, Zidane, mindenkinél több gólt. Voltam egyszer egy foci kvízben. Igen, 32 meccs, 14 gól, 8 gólpassz, 1 sárgalap. Ez az idei teljesítmény a Milánban. Nem, az 2023. Igen, bárhogy ebben a szezonban nyújtott teljesítmény. A Kuki teljesen kiakadt, mert volt egy ilyen verseny, hogy én voltam a Lipivel, Kuki meg a Haldó Balázsra. És volt egy ilyen kérdés, hogy ki a legtöbb francia váltottsággal rendelkező, és mondom, Hugo Lloris, mert pont az a borostom, hogy Hugo Lloris 129 strát, hogy a menyemben. Hugo meg, ez nem igazság. Szegény franciaként teljesen izé, hogy mi az, hogy én jobban tudom, mint és ő. És nem tudta? Hát később nyomta le, mert ő úgy tudta, hogy azt hiszem, hogy az Henri, vagy az Zidane, de én mondtam, hogy Lloris. Egyébként én imádtam a francia válogatottot, rajongtam régen. A 96-os EB az első ilyen futballélményem, és ott kiválasztottam magamnak őket. És Yuri Djorkaeff volt az óriás kedvenc, Interben játszott. Az Zizut ismerem. Na tessék. Hát, azt láttam is, amikor ő is. Melkason fejelt valakit. Materazzit, ugye az is, ha már olasz foci, akkor ugye ez a
olasz-francia VB-dön, ugye? Igen. De ilyen van még, hogy ilyen az olasz ligában ilyen szekálása, meg egymásra rámász, mert az gyakorlatilag végigprovokálta az izut, a Materazzi, a családját, meg a nővérét. Szerintem ennyire durván már nincs ilyen. Már ez a budaság. Ennyire durván nincsen. Vagy pont annyira, mint bárhol máshol egyébként. Nyilván gondolom, hogy megy ott az őrültködés, de ilyen személyeskedésig nem hiszem, hogy vagy egy-egy ilyen feszültebb kapcsolat lehet, hogy van, akik mondjuk állandóan összefutnak és gyepálják egymást, egy csatár meg a védő, vagy nem tudom. De nem emlékszem azóta azért ilyen durva sztorira. Már biztos volt, de top bajnokságban nem tudom. Kielnél szokta azt csinálni, tudod, hogy Juve-nek a védő, nem tudom, most még aktív a kielő, vagy már ment? Hát ugye Amerikában volt, nem hiszem, ja, de most már befejeztem. Egész meccsen végig, tehát így ilyen székaitől ez a megcsipked, meg izé, kicsit megfejel, meg szíd, mint a, és a végén meg így havarok vagyunk amúgy csak. Szerintem amúgy, ahogy ők így befejezik a pályafutásukat, akkor ezzel ez így egy időszakra kihal ez a történet, valahogy azt gondolom. A régi öregek, az igen, a régi szekálós igen, védők. Igen, most már más kerül előtérbe. De szekálósokról jut eszembe, nem jut eszembe neve, a fickónak a rémálma volt a riportereknek a ilyen coffos, nagyon rúfi figura. Itt, a Ibra. Ibrahimovics, igen. Szóval, de jó, ezek jó, tehát hogy ezek klassz karakterek, tudod, hogy fogsz valamit, tehát még hogyha tudja az ember, hogy esetleg a rossz napot fog ki, akkor te, mint riporter, meg fogod szint, de a jó napot, akkor viszont elterjed az interjúd, és hát, nem tudom, híres leszel. Vagy. Meg rá is játsz, tudja az Ibra, hogy azt hallod tőle, hogy valami baromság, és akkor direkt mondom, ami nagyon nagy baromságot. Igen. Meg ezzel tudod, kimegy Amerikába, első meccse, rúg egy gólt, tényleg nem tudom, 50 méterről, és akkor megérkeztem. Csak tudod, ahhoz, hogy egyszerűen megérkeztem, ez be is kell várni 50 méterről. Tehát Ibrában ez a poén, hogy ő úgy volt ilyen nagyon nagy barom, meg ilyen mindenféle. Igen, hogy mellette kurva jó. Fejberúg. Emlékszem a melyik az a balhés fickó, a hát a baj. Bocs, várjál, hogy hittek ezt a Cassano. Cassano éppen intetett, és Ibra arra ment, és fejberúgta. Igen, azt láttam. De hát ilyenek vannak, vagy... De kihalófélben vannak. Valahogy most már kevesebb a karakter szerintem egyébként a sportban, vagy a labdarúgásban. Tehát az ilyen típusok, mint Ibrahimovics, szerintem nem nagyon lesz a közeljövőben ilyen karakter. De a televíziózásban is összességében nem? Tehát, hogy a... Egyébként igen, biztos, hogy így van. Igen. De az edzők miért? Tehát az edzők nehezebben tűrik ezeket a Ibrákat, meg... Nem tudom, hogy ez a folyamat minek köszönhető. Nem hiszem, hogy annak egyébként, mert szerintem az az edző, akinek Ibra a csapatában volt, az örült. Mondjuk Guardiola nem annyira, de egyébként a többiek lehet, hogy pozitívan, vagy inkább pozitívan nyilatkoznának róla. Ahogy mondjuk azt mondják, hogy elvesznek ezek a labdazsonglőrök, mert egyszerűen az eredményesség számít, tehát ugye egy kis csapat is, ha beáll védekezni, akkor a világ legjobb csapata ellen is ugye megáll. Ahogy mondjuk az utóbbi időszakban, vagy volt egy olyan időszak, amikor a magyar válogatott is ugye így tudott eredményeket elérni a nagyok ellen, hogy most már az eredményesség számít, és nem feltétlenül az, hogy valaki Neymar vagy Messi legyen. Tehát szerintem ez a típus is eltűnőben van egyszerűen azért, mert csak az számít, hogy mi a vége. És hogyha ki tudod bekelni egy ilyen csapat ellen 0-0-val, akkor te vagy a király, és akkor nyilván ez az eredmény, ami az elsődleges, semmi egyéb nem számít. Úgy mindig hegyíván mondja nálunk, hogy ez mekkora baj, tehát hogy nem, valószínűleg 20 év múlva is majd Neymarról meg Messiről fogunk beszélni ilyen kontextusban, és nem biztos, hogy elő fog kerülni újabb ilyen képességű labdarúgó, mert most más lett a foci egyszerűen. De egyébként ezek a karakterek be tudják vonzani azokat is, akik nem annyira szeretik a focit, nem? Tehát például ott vagyok én, aki nem értek hozzá, meg nem követem, de például Maradónát imádtam. Tehát, hogy ő egy olyan figura volt, hogy tényleg így... Egyébként, ha már Maradónát mondtad, szerintem az is benne van, hogy ezek az emberek ugye ilyen félőrültek voltak, és az életformájuk is egy picit ilyen őrült volt. Tehát nyilván Maradónáról is tudjuk, hogy mondjuk a profi sportoló semmiféleképpen, tehát nem ő fog eszedbe jutni, hogyha ezt a szó összetételt hallod, és ma olyan igénybevételnek vannak kitéve szerintem a labdarúgók, hogy ez egyszerűen nem fér bele, mert ha te így élsz, hogy az éjszaka királya vagy közben, meg eszel, iszol, meg túlsúlyod van, akkor ki fogsz hullani, mert meg fogsz sérülni, mert hetente két meccsed van, egy évben lejátszol, nem tudom, 82 meccset, képtelenség ezt bírni csak úgy, hogyha betartod a játékszabályokat, és azt teszed, amit előírnak neked, és annyit alszol, és olyan vitaminokat szedsz. Ez régen nem így volt? A Ronaldinho például, ő úgy volt a Barcelona történet egyik legjobb játékosa, hogy ő rendszeresen kijárkált éjszakába, péntek szombaton ő bejárta a klubokat, bement bármilyen klubba, az emberek felvált tapsolt, meg a DJ mondta, itt van Ronaldinho, és megtapsolták.
és a végén már akkor még a Rijkaard volt az edzője a Barszának, ő neki különböző őröket állított különböző helyekre, meglátták a Ronaldinhót, akkor így menjél haza. Hol a meccsed van. De ettől függetlenül az a csávó zseni volt, nem? Igen. Zseni volt, zseni volt, csak mint a Grill is. Most a Grill, utolsó egyik fecske, az, a Grill is ez ilyen. Hogy érted, amikor mondta neki a Pep, hogy mondta a Pep, hogy ó, hogyha BL-t megnyerjük, most akkor el kell ünnepelni, most mindenki engedje el a gőzt. Az embert az két hétig nem látták józanon, szerintem, utána. Ibizától, mindig adották, hogy ott bulizik. Ez a része nekem is menne. És egyébként a Grill is nekem a mai napig az a típus, ez az, hogy megcsinálja a cselt, meg ilyen, tényleg ilyen élmény nézni, de most olvastam, hogy már percegetik, hogy Pepnek nem fog kelleni, mert nem rúg elég gólt, meg túl sokat bulizik. És akkor tudod, ilyenkor ez egy többi játékosok egy példa, hogy oké. Meg például ugye mindenkinek, tehát ugye ebben az a necces, hogy most bármit csinálsz, bárhova bemész, le tudnak fotózni, másnap megjelenik a nem tudom a The Sun-ban, vagy Angliában, nem tudom, az a talán a legnagyobb pletykalap, meg a Facebookon, meg az Instagramon mindenhol ott leszel, hogy te éppen, nem tudom, folyt a szádból a whisky, tehát hogy egyszerűen nem engedheted meg magadnak, hogy közben rajong érted, nem tudom, több tízmillió kisgyerek, és akkor te ilyen példát mutassál. Még akkor is, hogyha amúgy rohadt jó vagy, és te vagy a világ egyik legjobb játékosa. Ezzel együtt, hogy így élsz, de hát ezek szerintem elfogynak, mert nem lehet bírni ezt ilyen életfilozófiával. És tényleg, ha már ez szóba került, hogy ilyen nagyon szigorú étrend, meg nagyon szigorú időbeosztása van a felnőtteknek, mármint a profi focistáknak, de én azt látom, például nekünk is van egy ismerős család, akinél a gyerek ugye profi focistának készül, egy idős a fiammal, és én nála is azt látom, hogy 9 évesként nincs élete konkrétan, és iszonyatos igénybevételnek van kitéve, már tönkre van menve a térde, nem tudom, ezekről már nem is meg sem említem, de hogy azt veszem észre, hogy akik oda kerülnek, nekik így föl kell áldozni azért a gyerekkorukat. Teljesen, és az egész családnak az élete ennek kell, hogy alá rendelődjön, hogy szépen mondjam. Tehát most, ha az én legnagyobb fiam ügyes lenne, akkor ez azt jelenti, hogy heti 4 edzés van a kerületpályán, hétvégén, szombat, vasárnap valamilyen torna van, meccs van. Oda valahogy neked nyilván el kell, vagy még lehet, hogy a meccsre együtt elmennek, de egyébként alapvetően akkor is oda kell vigyed a indulási helyszínre, értek el, hogy menjél az edzéseken. Ugyanez a program, miközben van két másik gyereked, és valószínűleg ők is szeretnének amúgy valamilyen külön órára járni, meg te se bánnád, ha ők is sportolnának. Tehát ez olyan áldozattal jár, nekem mindig egyébként ezért még korábban is bántott, amikor állandóan az volt, hogy mert a nem tudom, hülye focisták, akik csak pénzt keresnek, aki amúgy ezt végigviszi gyerekkorától kezdve, az szerintem az keressen jól tőle, meg nem érdekel. De tehát ahhoz képest, hogy hány gyerek kezd el focizni, még itt Magyarországon is, amit lesajnálunk, mert hogy hát milyen az NBA, tényleg nyilván messze van a top bajnokságoktól, de hogy még az is ilyen áldozatokkal jár. Tehát szerintem embertelen egyébként ezt csinálni. Tehát az, aki ezt végigviszi, az le a kalappal, azt tőlem keressen, amennyit akar, de tényleg. Igen, és az a durva egyébként, hogy nekem is a nagyobbik fiam, ő ügyes, nagyon ügyes, és elvittük foci edzésre, és azt mondták, hogy jó, hát akkor, ahogy te mondod, hogy akkor hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, és akkor szombaton meccs, meg nem tudom, és akkor így mondtuk 9 nekik, évesen, hogy állj, vagy így mi nem profi focistát szeretnénk faragni belőle, csak hogy úgy nem lehet lejárni, hogy csak úgy játszani, nem. Igen, az az iskolai foci, igen, amire most járunk délutánonként, igen. Szerintem egyébként vannak ilyen, most biztos ilyen vannak ilyen kis egyesületek. Például a Top Pécsen ilyet, hogy ilyen hobbiból csinált egy fickó, és akkor... Van, de nehéz rá lelni egyébként. Tehát mi ott Óbudán a harmadik előtt elég nehezen találtuk meg ezt a helyszínt, vagy hogy végülis a szülők így szerveződtek, és akkor a suliba ezért kezdődött el ez a foci őrület, vagy ez a foci edzés délutánonként. De ez, hát a kerületnek is NB3-as csapata van. Tehát nem egy NB1-es klubnak az utánpótlásáról beszélünk, ahol ennyi edzés van, és ennyi torna, és ekkora áldozata jár a család részéről, hogy ebben a gyerek részt tudjon venni, hanem egy NB3-as csapat, a felnőtt együttes. Ennek az a hátulütője. Vannak ezek a kis csapatok. Mondok egy konkrét példát. Volt Pécsen a Peti Csaba FC. Hát van ez a néni, nem tudom, láttatok a posztomat. 96 éves Gizi néni, mai napig tipmixel, és ad tanácsokat, hogy a Newcastle most meg fogja verni. Tehát ilyen is bejön neki. A Gizi néni, 96 évesen tipmixel, és az ő fia a Peti Csaba, aki vett a saját pénzből egy fekete buszt, PFC, és oda tényleg olyanok jártak a PFC-be, akik ilyen hobbi. Csak ennek az a hátulütője, hogy érted, nyilván akarod, hogy az egy meccseket játszanak. És akkor szegény PFC-sek, tudod, így
tudom én, Pécsi, MFCP, nekem volt heti 5 edzésem, plusz hétvégén egy meccsem, ők meg edztek kettő, és ilyen 19-0. Igen, az, ennek, ez is nagyon veszélyes, mert egy kisgyerekben meg hogy csapódik le, az nulla sikerélmény, 19 gólt kapsz, és egyet se rúgsz, tehát igen, az igen, vagy, vagy igen. Tudod, akkor viszont... Hát egy más közti játék. Igen. Tudod, én azt látom, hogy ezt végigviszed a gyereknél, hogy mondjuk még 14 évesen is focizzon, és akkor most ne egy ilyen hobbi csapatban, meg ne is mondjuk a Honvédban, hanem a kettő között van. Pedig ez a hamarik lehetett ez pont olyan. Szerintem, hogy egy... Igen, kettő között. Hogy 14, ha eljel az, hogy kamaszkorában focizzon, az egy óriási, mert akkor már nincs napközi, tudod, vége a sulinak, és akkor nem az van, hogy és akkor már egyedül oda megy, igen, nincs. Aztán egy délután. Igen, nem csak anyuapu tudja vinni. Igen, persze, hanem hát az... barátaival együtt pontosan, van. Pontosan, közösségben van, egyébként mozog, tehát nyilván azt hiszem, hogy amúgy a sportnak sokkal több az előnye, mint a hátulütője, vagy ami nehézséggel jár, az kompenzálja a sok pozitívum egyébként, amit egy gyerek ebből egyébként megtanul, meg a személyiségfejlesztő hatása, meg a közösség ereje, meg a barátok, tehát hogy azért ez rengeteg ilyen... Igen, de szerintem már ez a mennyiségű igénybevétel, ez szerintem ugyanannyira káros lehet, mint a nem mozgás. Mert fizikálisan. Igen. Hát az élsport az nem egészséges. Ez köztudott dolog egyébként. Tehát, hogy... Hát főleg, hogy nem szerencs, hogy engem ez elkerül. Egyébként a Maradona, csak hogy tudjátok, hogy nem tudom, hogy Nápolyban voltam nemrég pár éve, és ott azért meséltek olyan sztorikat, hogy Maradona ilyen maffia családokat békített ki. Hát úgy bement az éjszakába, és akkor ott összeakadt két család, és akkor leült, jó, srácok, itt van Diego Maradona, és akkor így, és ilyen évszázados sérelmeket. Megmentett 200 ember ilyet, hogy megmentett egyes. Nápoly tele van ilyen Maradona falfestményekkel. És amúgy az olasz fociban, amúgy ezt imádom, ezt a fajta, nem tudom, de is érzel ezt, hogy mi az olasz meccs. És Nápoly, az nem is, tehát az megint egy külön sziget. Külön dimenzió. Így Olaszországon belül, igen, meg a nápolyiaknak a futballhoz való viszonyuk egyébként, az megint csak egy teljesen más történet, mint úgy az átlag olasz amúgy. Az életednek a fontos része, és hogy azért volt nekem a Milán Palermo meccs, és gondolom, te is azért érezted, hogy általában a stadionban azért ott emész a Barcelona meccsre, a fele turista, tapsikolnak, meg itt meghallod, ilyen koreográfia van, meg tüzek. Meg ezeknek a rangadóknak a neve, hogy ez a Milán Inter, ez a milánói városi derbi, ugye Derbi della Madonnina, és akkor szóval, hogy vannak ezek a szavak, hogy csak úgy egy ilyen dallam, tényleg. Madonnina, igen. Derbi d'Italia, az ugye az Inter-Juventus párharc. Romanációnak, az hogy hívják? Derbi della Capitale. Sokkal jobb hangzik, mint az MB2, nem? Tehát, hogy... Derbi del Sole, az aztán a Róma... Napoli, hogy a nap, igen, hogy ez a déli városok. De nagyon sok ilyen van, és annyira jól hangzik. Hát az olaszok tudják, hogy kell élni. Igen, Madonnina! Igen. Hát óriási egyébként, tényleg. Imádják, tehát tényleg nem jók a stadionok. Kevesebb a pénz, mint mondjuk Angliában vagy Spanyolországban, de hogy közben meg ez az egész, ami ott körülveszi a labdarúgást, az pótolhatatlan. És ilyen kis zsíros sztorithoz hasonló tudsz egy Gergőnek mondani, ami úgy majd mostanában, vagy akármikor. Úgy... Engem már te meggyőztél, Edu. Zsíró, maga az olaszbajnokság kapcsolatban. Milyen nap van? Május 8. 9, nem? 9. Ja, de igen, május 9, úgyhogy ez, mikor két hét múlva adásba kerül, ez egy nagyon hasznos információ. Csütörtök. Hát Európa Liga elődöntő, meg Konferencia Liga elődöntő visszavágó. Ezek vannak. Jó, megnézem, megígérem, megnézem. És ma lesz Róma, Leverkusen, nem? Igen, de ugye 2-0-ra. Következő adásra beszámolok, hogy milyen volt. Miattatok megnézem. Nyertünk egy embert a futballnak. Remélem. Remélem még egy-kettőt. Megtartjuk. Nem, amúgy szoktam nézni a gyerekeimmel. A gyerekeim nagyon szeretik, meg van focis kártya, nincs otthon. De persze, focis kártya. Megmondtam a Zsiruj kártyát. Találkozom itt állva a két, és csak megint kiraktam, ugyanoda kiraktam, hogy hozom. Nem, találkozunk még, NBA-pont húzunk, és akkor focizunk ezt. És hozzák nekem a kártyákat, hogy apa nézd, és így... Oké, ezt neked adom, jó? Ó, köszönöm szépen, mindig elrakom oda. Van már egy csomó focis kártya, azt sem tudom, kicsodák, de nekem még a lányom is az összes, mindent tud. Tudja. Tehát ha megkérdez, hogy a Liverpoolban nem tudom ki, a 86-os, nem tudom, van-e 86-os, ő tudja. Tehát, hogy nagyon durva nálunk ilyen rajongásig viszik ezt. Rita szóba azt a rajongást, az én 8 éves fiam rajong Solai Rolandért, és úgy kérdezik... Tudod ki?
Salai Roland? Persze, focista. Ismerem. És a fiam, amikor megyünk fodrászhoz, mindig Salai Roland hajat kér. Mert van ott ez a, ugye benne van egy ilyen vágás. Egy csík, ilyen a Roland haja. Aha. És kézzétek el, Kibédi Peti, nem tudom, ismered. Persze. Mondtam neki, hogy van ez, hogy a Doni, hogy imádja a Rolit, és akkor mondja, a fiam imádja a Rolandot, és mondta, hogy itt a mobil száma, küldje neki a képet. Mondom, hát ugye, egy e-mail, nem, mobil, küldje neki mobilon, és akkor így mondtam a gyereknek, hogy hát megvan a Salai mobil száma, és fél évig apa küld már rá, apa küld, nem figyelj, ez ilyen, jó. Kedves Roland, tudod, hogy a Sodák klubból, a fiam ilyen hajat vágatott, és nagyon szeret téged. És visszaírt egy perc, hogy jaj, nagyon visszaírt, sajnál visszaírt. Na már most. Ma a Babják Bence, van egy másik NB1.hu sporttáblig, ma megy Freiburgba, viszi a Salainak ilyen GoPrint-beként ott ilyen fotót, hogy tanátnak írja alá. És itt olyan végte, akinek a férje a magyar csapat vállalatotnál van. Úgy érzem, hogy Roland szól a hurok, érjék egy közös kép a gyerek. Üzlem Rolandnak. Értettem. Intézzük. A Roland a világ legaranyosabb embere, úgyhogy ő szerintem bármikor kapható ilyesmire. Csak az a baj a fiammal, elmondom, mi a probléma. Kicsit mohó. Úgy képzeld el a gyereket, hogy elmentünk be, Fradiba vízilabdáztunk. Jött ki a Dibusz Dénes pont is szembe, és a Dibusz, egy iskolába jártam Pécsen. Csak ő, mit tudom én baladtam 2001-ben, ő meg 2010, tehát én 8 év van köztünk. És én a Dibusz szembe, mondom, ott a Dibusz, mondom, Bubu, kérsz egy képet, majd egy fiába jártunk, egy közös képet a Dibusz. Hát, akkor inkább a kapus metét szeretném aláírva. És oda ment is elkérte? Nem, ezt Edunak kell intézni. Azért mondom, hogy most a Roland visszaírt SMS-t, most Freiburgban jön egy aláírt fotó, Rita most intéz nekem egy közös képet vele telkiben. Mindenféle. Csak ne legyen azt, hogy elkezdő, hogy jó, Roland, költözzön hozzánk. Egyébként kezdjétek el, csak a Dénes, Dibusz Dénesre jut eszembe, ugye, hogy én hosszú edzőtábor van, akkor általában a Rossi mester szervez egy ilyen családi napot, és akkor be lehet menni, mert ugye nyilván minden játékosnak, vagy a legtöbbnek is gyereke van, nem látják ugye 10 napig egymást, és akkor egy kicsit kikapcsolódás, meg mégis valami kiszakadnak itt a folyamatos futballozásból. És amikor bementünk, akkor a Mia lányom az eltűnt elég hosszú időre, és elkezdtük keresgélni már, hogy hol lehet ott az edzőközpontban, és kiderült, hogy a Dibusszal, a Sallaival és a Dibusz kisfiával focizik lent a tornateremben. Bandáznak. És lementünk, mondtuk, hogy ez most már tök ciki, tehát hogy Mia, gyere már, hát mégiscsak azért ez, tehát hogy másik sorban áll azért, hogy ezekkel az emberekkel találkozhasson. Majd kiderült, hogy kapuban állt, és a Dénes megdicsért, hogy tök jól véd, hogy ehhez lenne tehetsége, de javasolta, hogy akkor inkább a kézilabdázás felé tekintgessünk, úgyhogy azóta ő megszállott módon kézilabdázik, és kapus akar lenni, úgyhogy ha válogatott, vagy ügyes kézilabdázó lesz belőle, akkor ezt még Dibusz Dénesnek köszönhetjük, hogy ő ebbe az irányba terelget. Egyébként Böde Dani felesége, a nagy kedvence a Biro Blanka a Fradiból, úgyhogy nekünk is vannak ilyen kis személyes sztorik, és hát a szülinapja volt, akkor a Danit a férjem fel is hívta, hogy lenne kedves a Blanka, akkor valami kis videót küldeni neki, és hát ő is azonnal megtette ezt. Úgyhogy ezek a sportolók azért nagyon rendes emberek. Mi majd Dibusz Dénes azt mondja neked, hogy jól védesz. Tóta, hogy Gergő vicces vagy. Hát ez a legszebb végszó, ami ennek a mai epizódnak. Nem lehet még egy plusz végszó. Nem! Mindig ezt csinálja, hogy én lezárom, és akkor még mindig van egy kérdés, amit úgyis kivágok. Kedden is így volt, igen. Csak a Fradi. Mikor 800-szor szólnak a fülemre, be kell fejezni, és köszönnék is. Bocsánat, még valamit szeretnék mondani. Hát az milyen szép volt a vége. Nagy Tibor megérdezett. Hát figyelj, utolsó utáni kérdés Ritához, jó? Nem, csak elmesem, hogy nekem nem kell beszélni. Akkor a Fradi Kekket nyert. Én mehetek haza? A Fradi Kekket nyert 10-ben, a 11-ben, és értem, 5. fellépése volt kb. Meghívtak a női Fradi banketre. És ott volt a Kökény Bea, meg ott volt a Zácsik Szandra, meg a Szucsánszki, meg Elek Gábor, meg Szamoránszki. És kiálltam eléjük, és elmondtam nekik, a Sevilla volt a döntőjük. Elmondtam az első 10 percet, hogy igen, és akkor az Ácsik betört, aztán jön Szucsi, és akkor így ültek, és ilyen síri csend volt, tudod, én meg szanaposként én alszottam, hogy így nevetnek, és végig mondtak, hogy ez fantasztikus.
jaj, jó, köszönöm. És akkor hát a kökénybe állva, és akkor eszembe, hogy mondtam, hogy én nagyon szeretem a kökénybe, hogy esetleg egy közös képet csináltunk el, úgyhogy én fogom a kekserleget. És a kökénybe azt hitte, hogy én fogom a serleget, én meg azt mondom, hogy ő fogja. Lejtettétek? Úgyhogy én elkaptam, de úgyhogy a padlótól 3 centire. Gyakorlatilag életem 5. fellépésen majdnem eltörtem a kekserleget. Ezt nem sokan mondhatják el magukról. Viszont akkor legyen Rita végszó, tehát fel a végszót a Ritának, ő mondja a végszót. De már föltettem, Edu. Akkor vágd be majd a végén, Rita. Végszó. Rita, nagyon-nagyon szép. Adom még egyszer a díjathoz. Köszönöm szépen. És nagyon-nagyon sok sikert kívánunk el. Köszi, hogy hívtatok. Köszönjük. Szurkoljatok. Hajrá, Rita. Puszi, Rita. Szia, puszi. Ez volt a Saras Tócsákban ugrálni Takács Ritával. Ha tetszett a műsor, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornánkra. Köszönjük a figyelmet! Együtt erősebbek vagyunk. Támogasd egy kávé árával a beteg gyerekek felépülését. A közleménybe ne felejtsétek odaírni. Gyermek onkológia.